Idén is megnyitotta kapuit a honfoglaló tábor a Hevesvár megyei Noszvajon, ahová a Határtalanul középiskolai vetélkedőben a legjobb eredményt elért anyaországi és külhoni diákok kaptak meghívást. A vetélkedő sorozat a Nemzetpolitikai Államtitkárság Határtalanul diákutazási programjához kapcsolódik, amelynek révén már 530 ezer magyarországi iskolás kapott lehetőséget, hogy magyar kormányzati támogatással a határon túlra utazzon, és megismerkedjen a külhoni magyar lakta vidékekkel és magyar közösségekkel. A Határtalanul középiskolai vetélkedőn az idei évben 160 ezer anyaországi és külhoni fiatal vett részt. Mindenképpen érdemes ezt a Határtalanul középiskolai vetélkedőt is kipróbálni, mert bár nagyon-nagyon nehéz kérdések vannak, és igencsak meg vannak csavarva, de óriási élmény, hogyha bekerül az ember a középdöntőbe, és hogyha hát a nagy döntőbe, az meg egyszerűen remek. Szerintem nagyon jó lehetőség, hogy a gyerekek különfajta programokon részt vegyenek, és megismerkedjenek más magyar diákokkal, táborban szintén tovább tudnak ismerkedni és haza új barátságokkal térni. Kárpátaljáról, Felvidékről, Erdélyből, Délvidékről, Horvátországból és az anyaországból összesen 70 fiatal táborozott egy héten keresztül, és tapasztalhatta meg a nemzeti összetartozás érzését. 2024-es honfoglaló tábor abban is azt gondolom, hogy nagyon-nagyon erős volt, hogy el tudtak jönni Kárpátaljáról is fiatalok, pedagógusok, és elmesélték, hogy milyen a mindennapok megélése ott manapság, az, hogy ebben az időszakban is ők idejöttek és együtt lehettek más területekről, más régiókból érkező magyar fiatalokkal, sokat jelent nekik. Izgalmas történelmi, néprajzi és földrajzi játékok, vetélkedők vártak a fiatalokra, a kísérő tanárokra pedig tartalmas időtöltés az összetartozás jegyében. A programok sokszínűek és nagyon sok jó, hasznos beszélgetés is született már itt a pedagógusok között, és a többi tanulóval is látom, hogy a tanulók is beszélgetnek, illetve én is kérdezgetem őket erről-arról, és nagyon jó a hangulat, mindannyian jól érezzük magunkat. Az idei tábor különlegessége volt, hogy a Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT jóvoltából már az űrbe is eljuthattak a középiskolások. Egy szimulátor segítségével azt próbálhatták ki a diákok, hogy milyen érzés lenne, ha elhagynák a Földet. Fő tevékenységünk az, hogy iskoláknak nyújtunk egy oktatási programot, ingyenesen, de regisztrálhoz kötve, és ezen a program keresztül próbálunk 10-12 éves gyerekeket a klíma és környezetvédelemre fókuszáltatni. A honfoglaló táborban idén is új barátságok születtek, és megerősödtek a korábbiak. Mindenki élményekkel feltöltődve tért haza saját közösségébe. Meg is lepődtem, hogy így ilyen kis rövid idő alatt, így pár napon belül hatalmas barátságok kialakultak, és igazából csak remélni tudom, hogy esetleg jövőre is bekerül ugyanez a csapat, és jövőre is találkozunk. Én igazából örülök neki. Szóval remélem, hogy így kicsit így hosszabb tartó barátságok is kialakultak, nem csak ilyen párnaposak. Nagyon sok jó élményt szereztem. A legjobban azt tetszett, hogy nagyon sok barátságot kötöttem, határon túliakat is, amiket remélem, hogy ápolni fogjuk őket. A beszélgetések a barátokkal, az estében nyúló bulik, medencézés, és a programok is nagyon színesek voltak, így soha nem unatkoztunk a tábor idej alatt. A közös kultúrkincsünk megismerése, a közös történelmünk ismerete mellett a legfontosabb az, hogy az összetartozás értékét, az összetartozás érzésének a mindennapokba vitelét átérezzék a fiatalok, és hát tartsák a magyar-magyar kapcsolatokat, és lehet ebből aztán bármi hosszú ideig tartó barátság, akár szerelem, család is, és hát mindenképpen olyasmi, ami értéket jelent a közösségünknek, a magyar közösségnek. A Nemzetpolitikai Államtitkárság a jövőben is mindent megtesz a kárpát-medencei ifjúság támogatása érdekében, mert a magyar fiatalok jelentik a jövőt. Folytatódik a Határtalanul diákutazási program, és 2025-ben ismét összemérhetik tudásukat a diákok a Határtalanul vetélkedő sorozatban.